a nevekre kattintva tekinthetők meg megnyíló életrajzok és a fényképek. Amint egy 2600 közigazgatási tisztviselő nevét tartalmazó adatbázis használatát mutatja be a levéltár igazgatója. A mától elérhető internetes adatbázisban a kiegyezés évétől kezdve egészen 1990-ig az összes Jász-Nagykun-Szolnok megyei tisztviselő neve szerepel. Itt főispánok, alispánok, polgármesterek, járási főjegyzők, tanácselnökök, VB titkárok életrajzai, illetve a tanács időszakból községi tanácselnökök és VB titkárokra vonatkozó adatok vannak, és hát egyéb vezető tisztségek, akik az ott történelmi korszakban léteztek. Az adatbázis első változata 2013-ban készült el, akkor még csak a köztisztviselők neveit, a betöltött tisztségeket, valamint a hivatalviselés idejét tartalmazta. Az elmúlt években folyamatosan bővült az archontológiai tár, most már a grafikai megújulás mellett fellelhetők a tisztségviselők fényképei, illetve mintegy 500 esetben az életrajzuk is olvasható. A honlapon emellett több száz fénykép is helyet kapott, a többi között oklevelek, megbízó levelek, halotti bizonyítványok és épületek is láthatóak a közel másfél évszázadból. A kutató munkát a megyei levéltár munkatársai végezték, akik mintegy 8 kilométer hosszú iratanyagot dolgoztak fel. Nagyon gyakran hiányos információkkal is küzdenek, hiszen a történelem nagy sorsfordító eseményei, legyen az mondjuk az 56-os forradalom, vagy legyen akár a proletár diktatúra időszaka, rendkívül hiányos mondjuk a tisztviselői történet, illetve a közigazgatás történet szempontjából. A tervek szerint az adatbázis bővítése folytatódik, ezért a levéltár továbbra is várja azokat a magánszemélyek tulajdonában lévő dokumentumokat, amelyeket digitalizálás után publikálhatnak. Az archontológiai adatbázis a www.jnsmtisztviselők.hu címen, vagy pedig a megyei levéltár honlapjáról érhető el.